Sziasztok, János vagyok, és az MS Fit GTR 2 második részében szeretnék bemutatni nektek egy-két apróságot, órabeállítást és a z programon belül az edzések beállítását, alvás monitorozása kapcsolatban egy-két apró finomítást, ami érdekes lehet. Az első és legfontosabb dolog az órán, hogyha megnyomjuk az balanszó gombot, ugye, akkor itt láthatjuk az előre beállított edzéseinket, amiket szoktunk végezni. De ezt a listát ugye lehet javítani, úgyhogy megnyomjuk az edit list, tehát a legalsó részen, ugye a felsorolt, belőle beállított edzések aljában egy edit list, ugye, és hogyha ezt hosszan nyomjuk, vagy rányomunk, ugye, akkor kijelöli azt, amit szeretnénk megváltoztatni, és akkor tudjuk föl, vagy lefelé húzni. És hogyha a megfelelő pozícióba került, akkor nyomunk egy pipát, és akkor már legfölül van. De, hogyha uh, szeretnénk hozzáadni egy plusz edzést, ugye akkor itt ki tudjuk választani a különböző fajta-típusú edzésekből. Itt ugye running, walking, ugye itt nagyon sokféle ilyen jellegű dolog van, uh, cycling, ugye, hogy milyen típusú edzés, itt még a BMX is belekerült, mint. Az úszásnál ugye kétfajta úszás van, vagy medencés, vagy nyíltvízi úszás. Outdoor sportnál borzasztóan sok van climbing, tehát a mászás, hiking, hegymászás, orientering, ugye futás, ciklamászás, horgászás, gördeszkázás, mi ez? Korizás, parkour is belekerült. Tehát nagyon-nagyon sok indoor sport, belső téren, elitikus tréner, lépcsőmászó gép, egy ilyen, evez, nem evező, hanem egy ilyen, hát nem is tudom minek nevezzük, indoor fitness, mixed aerobics, cross training, aerobik, csoportos aerobics, súlyzózás, taps training, core training, flexibility training, free training, hit training, yoga stretching, gimnak, tehát nagyon-nagyon sokfajta dolog van, és akkor azt mondjuk, hogy például a táncnál is nézzetek meg, egy borzasztóan sokfajta e, lehetőség van. E, mindenki megtalálja magán combat sport, boxing, wrestling, martial arts, tai chi, muhai thai, bocsánat, muhai thai, judo, tékvándó, karate, kickboxing és e, vívás. E, hát mondjuk nem hiszem, hogy ezekben a, a sportokban lehet órát hordani, de edzés során talán igen. Labdajátékok, néz, e, kézilabda, strand strandlöplabda, baseball, softball, asztali tenisz, nagyon jó dolgok ezek. A badminton, ugye az tenisz, azt hiszem, squash, gétbál, ugye az, az, nem tudom micsoda, cricket, handball, handball tehát kézilabda, és akkor, hogyha ezt hozzá akarjuk rakni, akkor már a listába Került. Látjátok? Itt van a, a lista. És akkor, hogyha ugye ezt ki akarjuk el akarjuk indítani, akkor ezt így tudjuk elindítani, de hogyha ki akarjuk venni ugye ezt a dolgot, mert nem akarjuk, hogy benne maradjon, akkor rákattintunk, törlés, és akkor már is kijött. Itt például beraktam a húzást tug of war, kivesszük, és akkor ennyi az egész. És akkor ez a lista javult. Vagy máshogy néz ki. És akkor most szeretnék mutatni az edzéssel kapcsolatos dolgokat a ZEPP-programba, majd később lesz egy olyan rész, ahol részletesen megmutatom a ZEPP-programot, mert egy nagyon összetett programról van szó, és most egy-két dolgot szeretnék megmutatni. Itt a, a, az edzéseink során, ugye, hogy mit edzettünk, itt azért ugye lehet látni, hogy miket csináltunk, és hogy tegnapi edzés, mondjuk például nézzünk meg, ugye tegnap futottam egy ilyen kis lazább, kis kocogós dolgot, 6,84 km. ugye itt be lehet állítani, hogy milyen nézetet szeretnél, kilométert rá lehet rakni, ugye, hogy pontosan mit látsz, vagy ilyen baktérképet, de nem is ez az érdekes, amúgy különben e, itt lehet látni, hogy e, hol futottam, itt ezt ki lehet nagyítani, és akkor ugye lehet látni, hogy mennyire vezette pontosan, vagy pontatlanul ugye a, az útvonalat, ugye itt lehet látni, hogy a hév mellett futottam a bicikli bicikliúton, és akkor itt a zebrán pedig átmentem, itt egy kicsi kilengés van, ugye, hogy az aki megy, azt én nem csináltam, hogy a zebrán jöttem át egyből, tehát ott, ott egy kis e, eltérés van, de amúgy különben itt, na, itt, van még egy kicsi eltérés, ugye nem futottam át a másik oldalra, ez a GPS jel, el lehet mutatom most, hogy mennyire pontosan, és itt is inkább a járda ezen lévő oldalán futottam, és nem a túloldalt, e, itt azért lehet látni egy kis eltérés szintén, de összességében ez így néz ki. Egy nagyon részletes összefoglalót lehet itt kapni, workout time, átlag sebesség, mennyi kalóriát égettem az edzés során, és átlag pulzus, átlag lépésszám, átlag lépés hossz, lépések száma, maximum lépésfrekvencia, legjobb tempó, totál idő és a maximális pulzus. Na most, hogy itt lejjebb megyünk, akkor itt lehet látni grafikonokat, ugye ez a tempó, ez a körök, a perc per kilométer, tehát hogy milyen splittek voltak, itt a pulzus diagramom, itt az, hogy melyik pulzuszónában mennyit futottam, itt van egy magasság diagram, itt van ez, hogy mennyit futottam fölfelé, lefelé vagy egyenesen, és akkor itt van a kédensz a, a a lépésfrekvencia, és akkor itt van a lépés hossz is. Na most akármelyik grafikonra rákattintunk, itt a nagyítójelre, akkor ez a grafikon megjelenik így, egy ilyen formában, és akkor itt a overlay data, itt rá lehet rakni pluszba dolgokat. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó pofa dolog, mert tényleg lehet nézni, és akkor itt a csúszkát húzva, itt alul, nem tudom mennyire lehet látni, itt alul lehet ugye bizonyos részeknél megállni és megnézni, hogy mi volt például itt a legmagasabb, ugye egy 153-as pulzus, itt pedig volt egy 160-as pulzus, itt az elején, ahogy elindultam, itt volt egy esés, már úgy esés, hogy leesett a pulzus, hogy megálltam esetleg fényképezni, és akkor tulajdonképpen kettő adatot lehet rárakni összesen, egy ilyen grafikonra. De ez nagyon jó a dolog. És akkor ugye bármelyiket kiválasztva, lehet, hogy mondjuk azt mondjuk pulzus adatok, és akkor a pulzus adatokra rátesszük ugye a e, emelkedést, mert hogy mondjuk fölfelé futottunk, vagy sem. Itt lehet látni, hogy teljesen egyenesen futottunk, vagy lehet a tempót rárakni, a tempóztásul a púzós, és akkor ezeket vissza tudjuk nézni. Tehát ez egy elég összetett dolog, és nagyon szépen monitorozza a Z e program, és nagyon jól ki lehet választani. Itt lehet látni a, a splitteket, hogy milyen perc, perceket futottam hogyan. Itt lehet látni egy átlapúz, pulzus, maximális púzost és akkor így összességében lehet látni ezeket a dolgokat. Nekem nagyon, nagyon szimpatikus ez az egész, ami, amit lehetett az adatokat, hogy mennyire jól részletesen lehet kinyerni. Ezt szerettem volna megmutatni. Nem csak az órán lehet visszanézni az adatokat, hanem itt is vissza tudjuk nézni. És ha már az adatoknál vagyunk, vagy a, az edzéseinknek a, a megnézésénél, akkor egy olyan dolgot szeretnék megmutatni, hogy ugye sokan használnak másfajta programot, általában a Strava-t használják a legtöbben, akik futnak, triatlonoznak, úsznak, bicikliznek, az hogy egy ilyen social media lett, úgy mint a Facebook, és ugye sokan bajban vannak azzal, hogy a GPX fájt ki kellene nyerni. Na most itt erre is van lehetőség, a Z e programnak a programozói nagyon jól megcsinálták, itt a jobboldali felső része rákattintunk, és itt van, egy export track, és akkor rákattintunk, akkor kijön egy ilyen GPX formatba szeretnénk másolni, és mutatja, hogy hova fogja másolni, hogy Z, GPX direktoriba fogja másolni, és hogyha rákattintunk erre a dologra, akkor mondja, hogy el importálta, és hogy hova. És akkor ennyi, hogy done, vagy esetleg meg is oszthatjuk, ha esetleg úgy érezzük, hogy hogy valahol föl szeretném menteni a Drive-ra, vagy gmail vagy Bluetooth-on átküldeni, vagy Wi-Fi direktbe átküldeni. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon hasznos dolog tud lenni. És akkor most megnézzük akkor a, a fájlokat. Mindjárt mutatom, hogy hol található. Fájlok, -ok, igen. És akkor itt ezen belül belső tárhely, és akkor lesz egy ilyen mappa, hogy ZEP, itt látjátok alul, bocsánat, itt látjátok alul, hogy ZEP, nem tudom, mennyire lehet látni, ZEP, és akkor itt vannak a GPX fájlok, -ok, ott, ott, lehet látni, hogy oda importálta, és itt vannak az importált edzések, és akkor ezt ugye le lehet menteni a későbbiekben bárhova, tehát ugye ezt a fájlt kijelöljük, és akkor utána megosztás, és akkor e-mailbe, vagy bárhova, driver föl tudjuk tölteni, vagy bármi ilyesmi egy jellegű dolog. Tehát ez egy szerintem nagyon hasznos dolog tud lenni. A edzésekkel kapcsolatban még egy dolgot szeretnék mondani, mégpedig az edzések kapcsán, ugye itt a Strava fiók fölmerült, vagy, a, vagy bármelyik fiók, amiben át szeretnénk importálni a GPX fájt, az előbb megmutattam, hogy hogyan lehet átimportálni, viszont van lehetőségünk arra is, hogy az edzéseinket egyből a Strava fiókra fölrakja. Itt a profilt megnyomjuk, tehát a profilt, és akkor itt a add account, tehát itt letekerünk, és az add accounts-ra rákattintunk, és itt van lehetőség, hogy milyen fiókokkal kapcsoljuk össze. Én a Strava-val összekapcsoltam, ugye itt lehet is látni János Fut, ugye, és akkor itt beütött majd a fiókodnak az e-mail címét, és akkor egyből összekapcsoljuk. Itt lehet látni a tegnapi futást, ami e, hogyha megnézzük, akkor mutatja is, hogy Huami mesfit Pace, ugye, hogy annak a órának a e, adatát húzta át. hát most az óra neve nem jó, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tulajdonképpen onnan importálta át a, az adatot, és akkor itt e, benne van ebbe a, az egész dodokba, Úgyhogy szerintem ez is egy elég hasznos tud lenni. És akkor jön egy olyan dolog, ami az alvással kapcsolatos. Ugye itt a, az alvás monitorozása az elég fejlett lett a, a, ZEP programnak. Itt lehet látni, hogy mennyit aludtam, 7 óra 9 perc, 21 óra 47 kor aludtam el, 5 óra 9-kor keltem, lehet látni, hogy mennyi volt a felkelés, mennyi volt a mélyalvás, a rem alvás, ugye a zöld, a light sleep ugye az a kék, a deep sleep az a pedig a lila. És akkor erre rá tudjuk tenni a pulzusunkat, és akkor meg tudjuk nézni, hogy ugye mennyi volt a pulzusom mondjuk alvás közben, 40-50 körül, és akkor itt, amikor fölkeltem mellékhelyiségbe kimenni, akkor lett valamennyi, mindezt most nem lehet látni. De ez a lényeg, tehát itt ezzel a gombot megnyomjuk, és akkor ezt rá tudjuk tenni, és akkor meg tudjuk nézni havi szinten, heti szinten, hogy miket aludtunk. De ami, ami miatt akartam mutatni ezt a programot, ugye ezeket a dolgokat itt nagyon szépen e, kimonitorozza, hányszor voltam fönt, e, e, mennyi volt a e, Fölkelt alvás, mikor keltem föl, ugye korábban keltem föl, mint amit beállítottam. De ami lényeg, és ami újfajta dolog, itt a, a légzés minősége az alvás alatt. És akkor itt ugye mutatja, hogy mennyit e, lélegeztem e, az alvás alatt. Ez szerintem egy nagyon jó pofa dolog tud lenni. Mert ugye a légzésünk amennyire le tud lassulni, annyira lassul le ugye a pózusunk is, és a vegetatív idegrendszerünk állapotát egyértelműen monitorozza ez a, ez a jellegű dolog. Úgyhogy ezt érdemes figyelni, nézni. És odafigyelni a légzésekre a, a hétköznapokban is, kimenni a szabad levegőre, friss levegőre, és e, sportolni, mozogni. De amúgy különben itt vannak ilyen ajánlások is, hogy hogyan lehet e, normális légzéseket csinálni, hogy e, ne ígyunk alkoholt, veszítsünk e, súlyt, és akkor csináljunk több e, edzést. Úgyhogy ezeket javasolja a ZEP program is alvással kapcsolatban. Ennyi. Még annyit megjegyeznék, hogy én azt ö, fájlalom, ö, hogy a, a órán az nem lehet látni a, az alvásunkat, tehát azt nem mutatja. Ugye itt a pait mutatja, de magát, az alvást, nincs egy menüpont arra, hogy, hogy ö, hogyan aludtunk. Hát ez nem azt mondom, hogy a nagyon nagy szívfájdalom, de azért jó lett volna egy ilyen jellegű dolgot még belerakni ha már az órán, vagy a z e programban ilyen szépen eh, megcsinálták a, az alvás monitorozást. Jó, és akkor szeretnék bemutatni egy olyan jelenlegű dolgot, hogy a, a futás vagy egy kis zenét is rakjunk hozzá magunknak, vagy esetleg nyelvleckét, angol nyelvleckét, attól függ ki, mit preferál. Ezt az zep programon belül a harmadik ikonra kattintva tudjuk megtenni, itt az Amazfit GTR 2 csatlakozását láthatjuk, erre rákattintunk és ha picit lejjebb húzzuk, akkor itt van egy ilyen, hogy app settings, és azon belül pedig rákattintunk a music-ra. Itt található egy ikon, upload music, és akkor ugye attól függ, hogy hol vannak a, a mi e, zeneszámaink számaink letöltve, attól függően kattintunk rá a számra. Kijelölünk egy számot, upload, fölugrik ide az ikon, és amikor fölugrott ide az ikon, akkor készülék használta ezzel. Itt lehet látni kapcsolódás, és várnék egy kicsit, hogy hozzákapcsolódjon ugye a telefonhoz, vagy a órához. És akkor mindjárt kiírja, hogy kapcsolódott, és akkor lehet, igen, most kapcsolódott, titkosítós, kapcsolódás, és akkor most kezdi el mindjárt feltölteni, lehet majd látni, csatlakozás sikeres, és ott lehet látni a feltöltést, hogy elindult, itt pedig az órán kéri, hogy Transmitting Music. Nem tudom, mennyire lehet látni. És elvileg most fel is telepítettük. Most, ha megnézzük az órát, a felső menüt megnyomva, itt is ugye belemeltünk a musicba. És már le is tudjuk játszani. Itt tudjuk hangosítani, vagy hangítani. Jó, és akkor itt pedig hozzáadhatjuk a kedvencekhez, a hozzáadjuk a kedvencekhez, kedvencekhez, ugye az audio source, ugye az, hogy, hogy most honnan megy a zene, és vele megyünk még egyszer, ja igen, itt ugye tudjuk a, zenét folyamatosá tenni, randomra tenni, következő szám, előző számnak rálépésére, ugye itt a hang, és akkor itt tudunk egy playlistet csinálni, az All Songs, itt lehet látni az All Songs-ot, ami most rá van telepítve nekem az órára, és Running Music, hogyha esetleg külön könyvtárat csinálunk. Most beszéljünk arról, hogy a kinézete a az órának, ugye, e, milyen. A profilba bemegyünk, itt ugye három menüpont van alul, a homepage, enjoy és a profil, és akkor a GTR-re rámegyünk, és akkor a store-ban láthatjuk, hogy milyen watchfaces vannak, e, sokat rá lehet tölteni, nekem tizenvalány darab van rajta, nem tudom, mi a limit, e, nézzünk egy watchface-nek a rászinkronizálását, ott látjátok, hogy elindult a, a szinkronizáció, és akkor most élőben megmutatom, hogy körülbelül mennyi idő, míg átmegy a, a watch face. Szerintem egy picit lassú, más órák gyártóinál ez egy sokkal rugalmasabb, sokkal gyorsabb dolog. Igazából nem értem azt, hogy miért ilyen lassú, de biztos erre is megvan az indok, hogy miért szinkronizál ilyen lassan át. Látjátok, közben ki is kapcsol az óra, már ugye a képernyő, most tartunk 35%-nál. De amúgy különben az óra ö, számlapoknak a választéka nagyon sok, nagyon jó pofa dolog, és tényleg egyedivé lehet tenni az órát, tényleg, hogyha elegánsan öltözik fel az ember, akkor például egy ilyen jellegű elegáns dolgot lehet, ez például picit sportos és elegáns, tehát mindenki megtalálja magának megfelelőt, ö, hogy mi az, ami tetszik neki, vagy mi az, ami az ő ízlésének megfelelő, és természetesen a maga a vacsfészeknél van beállítási lehetőség, hogy a különböző helyeken miket lássunk. Tehát ugye ott a akkumulátor van, ott mennyit léptünk, szívdobbanás, és akkor ott fölül pedig az, hogy az, az nem is tudom, hogy a fölső, az, az micsoda. És akkor még ott van akkumulátor töltöttség és az időjárás. Tehát mindjárt meglátjuk, hogyha átszinkronizál, hogy mit látunk pontosan az órán, és mit tudunk megváltoztatni. Nem mindegyiknél lehet változtatni, most nem is nyúlok hozzá, 96%, 99% és akkor most, na most tölti át, látjátok? Tehát volt egyszer a szinkronizás, és utána volt a, az áttöltés. Így. És akkor most, hogyha azt megnézzük, akkor tulajdonképpen áttöltötte ezt a típusú óra kinézetet, szerintem nagyon jól néz ki tehát tényleg kifejezetten jól néz ki, ebben nincs beállítási lehetőség, meg amelyikben van beállítási lehetőség, azt jelzi itt alul egy ilyen kis ikon, és akkor különböző dolgokat, amelyikre rá kattintasz, azt ugye lehet állítani, látjátok itt például ugye van itt összesen 3-6-8 darab beállítási lehetőség, és attól függően, hogy mit akarsz ide fölülre beállítani. Hát a szélsebességtől kezdve a akkumulátor töltöttségig mindent az égvilágon be lehet állítani, és akkor ahhoz képest fog megjelenni ez a dolog. Tehát a, van egy-kettő, aminél be lehet állítani, ugye? Itt is, látjátok, van egy ilyen, itt a lépések száma, és akkor itt középen pedig lehet ilyen ö, dolgokat kijelezni, például mondjuk a, a heart rate-et hogy a pulzus jelezze ki, és akkor középen van az időjárás, ott van a lépések száma, egy ilyen kördiagramon, hogy a napi előre meghatározott lépésszámokat mennyire teljesítettük a 100 képest, és akkor itt pedig van egy pulzus diagramot kiír, hogy 58-as a pulzus. De mondom, nagyon sokféle watch face van, és nagyon összetett, itt nézzetek meg, ez szinte mindent tényleg kiír. Ott van a dátum, ott van az időjárás, ott van a hőmérség lehet, hogy 3 10, milyen nap van, idő, battery, ott van lépések száma, ott van a pai, ott van a pulzusunk, és ott van a... Hát ez nem is tudom, micsoda ez a CHR, vagy nem is tudom... Ja, kalória, bocsánat, kalória, 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 tehát mennyi kalóriát égettünk el. Tehát ez is egy összetett eh, kijelzőnek mondható Ennyit szerettem volna elmondani a pici apróságokról, és a következő részben, a harmadik részében pedig a Z programot mutatom be részletesen, hogy miket tud maga a program az órával kapcsolatban megjeleníteni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, építő jellegű kritikákat elfogadok, beállításokkal kapcsolatban meg pedig megpróbálok segíteni az órát meg tudjátok vásárolni a Xiaomi shopba. Mindig vannak akciók, nézzetek körül, és válszátok ki a magatoknak megfelelő órát, de ezt az órát is nagyon tudom javasolni.